A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete tagcsaládjai számára anya-fia hétvégét szervezett július 7-én és 8-án. A kétnapos programra összesen 150 család jelentkezett. A résztvevők ellátogattak a Makkos Jánosi Dínóparkba, majd együtt szórakozhattak a mezőkaszonyi termálfürdő akvaparkjában. Ez azért vannak ezek a programok, mert egyszerűen a szülők nem nagyon érnek rá külön egy gyerekkel foglalkozni, mert több gyerek van a családban, és mindenkire időt kellene fordítani, de nem mindig van erre így alkalom. És ezért a nagycsaládosok úgy döntöttek, hogy megszervezik a mai napon ezt a anya-fia programot, ami a Dinóparkkal kezdődik. Hát sajnos szakadó esőbe indultunk el otthonról, de már egyre jobban kezd kitisztulni az ég, és reméljük, hogy a nap végére sütni is fog a nap. A program mindig két ilyen szórakozó helyből áll, és ez most is így történt, hogy lesz egy séta az erdőbe, és utána egy kellemes fürdőzés a gyermekekkel, csúszdázás kaszonyban, termálfürdőbe. 150-en regisztráltak összesen, édesanyák gyermekekkel. A mai nap 50 anyuka és gyermek lesz a csapatban, a holnapi napra 100-an vannak regisztrálva, úgyhogy mindenképp kettő alkalomra kellett ezt lebontanunk, hogy kényelmes legyen maga az egész nap. Minden családban fontos, hogy legyenek közös családi programok. Ezt viszont nem mindig egyszerű megoldani egy nagy családban. Ezért a résztvevő anyukák különösen örültek a lehetőségnek, hogy egy kicsit kettesben lehettek fiaikkal. Nagyon jó, és nagyon vártuk már, mert minden éven eljövünk. Vagy anyafiára, vagy anyalányára, azok is nagyon jók. Hát kell, mert feltöltődünk, és akkor találkozunk ismerősökkel, ahol a gyerekek már várva várják, hogy találkozzanak a megismert barátokkal. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete következő alkalma az Apa-lánya program lesz, amelyre július 15-én kerül sor.